Még senki nem vette be a hegyet. A Lannister sereget még atyám állította fel. Jól képzett és felszerelt legalább 10 000 ember. Észrevesznek bennünket. És várnak. Kaszterhegy kapui áttörhetetlenek. A falakat megbászni nehéz. Hátrányba kerülünk. Sok emberünk meghal. Épp ahogy atyám elgondolta. Atyám érdekes ember volt. A házunkat romokra alapozta. Hadsereget állított fel, ő építette fel Kaszterhegyet. De a csatornákkal nem foglalkozott. Alantasnak vélte. Ezért olyanra bízta, aki a legalacsonyabban volt. Rám. Igaza volt, alacsonyan voltam, a társaságom is az volt. Alantas. Leginkább asszonyok, akiket nem láttak szívesen. Atyám elítélte miatt. Nem hozhattam hátbe őket a kapukon, nem vihettem a termeimbe. Tehát csatornaépítés közben magamnak is építettem valamit. Egy átjárót, amelyik a tengerparti öregúttól indul és az őrök tornya alatt ér véget. Nincs jobb hely egy alantas üldözött számára a föld mélyénél. Kaszterhegy bevehetetlen erőd. De ahogy egy jó barátom mondta egyszer, adj nekem 10 jó embert, és beveszem a bestiát. Kezdődjék hát. A Lannister katonák meglepődnek, de túlerőben lesznek. A nővérem hadserege félelemből harcol. A makulátlanok nemesebb bokból. Ők a szabadságért harcolnak. És azért, aki ezt megadta nekik. Érted, harcolnak. És emiatt fognak győzedelmeskedni. Dorion Vas. Incasonesco Sidri Gimbezi. Cara Sidri. Hol a Lannister sereg?